A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Van egy barátom, még mozdás körökből ismertem meg, Péternek hívják, akinek van egy TVR kamerája. Ne szapuld magad, hogyha még nem hallottál róla, ez egy nagyon ritka, nagyon különleges angol sportautó, akinek azért elég könnyen össze lehet foglalni a filozófiáját. Tedd bele a legnagyobb, legerősebb motort a legkönnyebb kasznyiba, a lehető legolcsóbban. Szóval irdatlanul túlmotorizált műanyag kaszt és csővázas vízibicigé. És Pétert meghívták a laptimingba, úgyhogy most egy kis vlog következik, mert ilyen alkalomra nyilván elkísérem, és közül megmutatom ezt az amúgy tényleg nagyon különleges autót. Izgulsz? Igen, kurvára ez nem. Mennyit dolgoztál az autón, amióta nálad van? Most van a csúcs időszakában? Hát igen, de még azért van mit csinálni rajta, majd érzed. De mechanikailag már tökéletes. Na jó, azért, hogyha a számítógépes játékokról beszélünk, például Gran Turismo, akkor azért pár embernek ismerős lehet ez a márka, TVR, ami itt a Trevorra utal, ugye az alapító Trevor Wilkinson, és hát nem olyan nagy csoda, Angliában a II. Világháború utáni gazdasági fellendülésben eldobtál egy követ, és leesett egy olyan gyártóra, aki ilyen kis könnyű, csővázas, műanyagkasznis autócskákat gyártott, valamiféle széria konvencionális automotorral, a Rovertől, az Austintől, vagy akárkivel, Lola, Jensen, Lotus, akárki, ebbe a sorba illeszkedett a TVR is. Aztán, amire az alapító 63-ban lemondott, azért ez is eléggé a tönk szélére került, mert hát minőségi meg egyéb problémák voltak, meg hát gyártani se tudtak eleget, ezért elpártoltak a vevők, és a megoldás, mint oly sokaknak, ugye hallottunk már ilyen történetet, Amerikából jött, és hát egyszerű volt tényleg, mint egy segreülős poén, ugyanis nem csinált mást egy Jack Griffiths nevű amerikai kereskedő, versenyző, mint hogy vett egy Grand Tourát, egy MK3-as Grand Tourát, és belelógatott egy 289-es Windsor motort a Fordtól, ugye ez a Ford GT40-nek az induló motorja volt, a 4,7 literes, ilyen 300 lóerő körül tudó V8-as, és azt így belepattintotta be a 750-850 kilós autócskába. Pokolian ment, aki túlélte, imádta, aki nem élte túl, azoknak meg már úgyis mindegy volt. Aztán annyira megszaladt a kereslet, hogy nem tudták kielégíteni, így a 65 környékére megint az összeomlás szélére került a TVR, amikor is aztán megvették a Lillé páros, apa-fia, és elérkezett a Wedge, azaz a nagyon szögletes TVR-oknak a kora, amik már tartották ezt az alapelvet, vagyis hogy a lehető legkönnyebb műanyag kaszniba, csővázra, a lehető legnagyobb V8-as, a lehető legolcsóbban. Tényleg ez a recept, ez a három alapvetés, minthogyha kizárólag az autóbuziknak szólna, mert hát mi mást akarnál? Olcsón, nagy teljesítményt egy dögös kaszniban. A sztori így a 90-es évek elejére kezd igazán érdekessé válni, amikor is Peter Wheeler vette át a vállalatot, aki hát vegyipari mágnás volt és milliárdos, mellette pedig hatalmas TVR rajongó, és nála kezdődött el igazából a cég másodvirágzása, amikor megjelentek ezek a csodálatosan extrém burjánzó karosszériák egészen lehetetlen motorvariánsokkal. Ez az egyik legnépszerűbb TVR, ami valaha készült, ez a Chimera. Nagyon sok alkatrészében, például a vázban, motorban, váltóban osztozik a Griffith-tel, de annál azért egy valamivel puhább autó, és ez a puhább, ez most TVR szinten értelmezendő, hiszen ez azt jelenti, hogy ez a legkevésbé vídi a kemény. Tehát ez az autó itt nagyjából 1060 kiló, egy alapfelszereltségű NBMX-öt mondjuk 1025. Csak még abban egy kehes tüdőbeteg 1.6-os szívómotor van, addig ebben egy 4 literes Rover V8 240 lóerővel. És ugye Peter Wheeler hitvallása az volt, mint rendes elmebeteg és autóversenyző és autógyártó, hogy a vezetést támogató elektronikák, mint például az ABS vagy a kipörgésgátló, az veszélyes, mert a sofőr nem számít a beavatkozásra, és csak kinyírja magát, feleslegesen okoznak kockázatot. Úgyhogy gyártotta
ezeket a 2-3-400 lóerős műanyagkasznis szerencsétlenségeket mindenféle vezetés támogató nélkül. Ebben az autóban, ami elektromos, az a fényszóró, meg a rádió. Utóbbit úgyse kapcsolatban, mert olyan rohadt jól szól. És a többit meg neked kell megoldani. Van benne valami sperdifferenciálmű, ott a kardánál a gútban van egy 5-sebességes Mustang kéziváltó. A legenda úgy szól, hogy a Caymera 500-asok, tehát a legdurvább Caymerek, amikben az 5 literes motor van már több mint 320-30 lóerővel, azok megfutják a 290-et. Na most én ezzel az autóval így a kakusra jövet, egyszer egy kicsit rajta felejtettem a lábamat a gázon, könnyen megtörténik, jöttem egy durván 160-at, és azt láttam, hogy ez a csodaszép géptető, amin rajta vannak ezek a hát tengerire ragadozó hal kopoltyúkra emlékeztető nyílások, ezek ilyen durván 2 centis amplitúdon így lebegtek előttem, és azt hittem, hogy leszakad róla a picsába a karosszéria. Mert hát tényleg van egy gyönyörű szép Tellis csőváz, és körülötte pedig egy üvegszálas vízi bicikli. Nem akarom elkiabálni, de olyan, mintha körbeérne. Még azért van hátra, vagy 400 méter. Ja, jó, de akkor is, a kör az kör. Hogy tetszett? Nagyon menő. Szerintem tök jó autó. A kicsit lágy, tehát így alapvetően ezeket az átterheléseket, de az viszont nagyon tetszett, hogy egy ilyen folyamatos túlkormányzottságba lehet tartani. És így igazából ehhez a tapadási szinthez szerintem az ereje is elég. Ugye ha lenné egy kicsivel több, akkor valószínűleg gyenge lenne már, de így most így pont egy ilyen kellemesen vezethető, tök jól adagolható. A váltás az egy ilyen nehézkes folyamat, főleg a 3-ból 2-ben az azért elég karcos. De figyelj, az, hogy könnyű, meg hogy van egy viszonylag jó tapadás rajta, az nagyon jó. Tehát, hogy nem azt gondolná az ember, hogy ezek a nagyon könnyű túlmotorizált autók egy kicsit még olyan darabosak, meg olyan kellemetlenek lesznek? Ez valójában az, de szerintem az a váltó miatt az most jelen pillanatban. Uh-huh. Tehát, hogy az a nagyon darabos, mert minden másért nagyon jól lehet kitapasztalni, hogy hogyan vezest. Ez a eleve ugye balkézzel azért az embernek szokni kell, meg ez még ugye nagyon darabos benne az a váltó is. Az egyébként mindig pozitív hír, amikor egy bemelegítő kör alatt megtaláljátok. Tehát ha utána mersz már játszani vele, akkor az mindig azt jelenti, hogy a kocsi alapvetően jól vezethetsz. Igen. Csabi, mondasz két szót? Persze. Mit szeretnél? Szia, Andi! A V8-as MX-5 igazán jó pofa volt, úgyhogy nagyon tetszett. Egyébként erőben is egy kellemesen mixotos ereje van így ezzel a 200 néhány lóerővel, amivel a váltában elérnek ugye ilyen turbó, kompresszor. Ezt akartam, hogy feltöltesz egy 1.8-ost, akkor igen, kb. Itt vagy, csak ez sokkal jobban adagolható, meg olyan nagyon kis finoman működik az egész, úgyhogy van benne egy jó stílus is, nem csak az a... Mégiscsak egy gyártó termék. Hát vagy valami. Igen. De különleges élmény volt, úgyhogy tetszett. Ezt az autót nem jól képzett mérnökök, avagy robotok rakták össze, hanem ilyen tweedzakós angol bácsik el 2-5 órai teja között. Ezért például elég durvák az illesztési hírzagok, hát egy gyanútlan postás, amikor ide sétál, akkor beledobja a levelet. De a TVR-nál tudták, hogy ezt könnyen meg lehet oldani, megtervezték ezt a gyönyörű szellőztetőt, tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen ragadozó halnak valami testnyílása, hogy elvonja onnan a tekintedet. És ha már dizájn hülyeségek. Ez itt a Doggy Bite, a kutyaharapás. Úgy szól a legenda, hogy Peter Wheeler kutyája az autó Purhab modelljéből csócsált ki egy darabot, és annyira tetszett neki, hogy a tervező beleköltöztette az indexet. Ha tovább jössz, akkor itt is azt látod, hogy nézd meg, mint egy Dodge Viper-nél, ugye nagyjából kortársak az autók, az talán 89 volt, ez meg 93, hogy a Dodge Viper-nél is elbújtatták itt ezt az elemet, most a TVR-nél az azt szolgált, hogy tudták, hogy úgyis lógni fog az ajtó, meg úgyis, ha rossz lesz az illesztés, ezért inkább elrejtették egy ilyen szép ívvel az egészet, hogy ne is foglalkozz vele. És akárcsak a Dodge Viper-nél nincs kilincs. Hogy jutsz be egy TVR-ba? Állsz az autó mellett, ide sétálsz a feltétlenül Citroen gyökerű tükörhöz, és megnyomod ezt a gombot, és kinyílik az ajtó. Hoppá! Bejutottál? De vajon, hogy jutsz ki a TVR-ból? Na ez a nem mindegy. Mert
egészen elképesztő az autó ergonómiája és a diszonancia. Tehát becsukod az ajtót, keresed a kilincset. Itt ez a szőnyeg, ami a Skontó Bútor áruház 93. augusztusi kínálatára emlékeztet, és semmi. Megfogod ezt a kis citromfacsarót itt középen, ami szemre egy 1 kilós alumínium tömbből lett tökéletesen mívesen lemarva. Elfordítod magad felé, és kinyílik az ajtó! Csodálatos! Nem tudok vele betelni. Tovább mész. Hát itt nem lehetett elcsalni az illesztéseket, de hogy itt ne látszódjon, hogy milyen gírbegúrba ráhúzták ezt az elemet, amitől még organikusabbnak, még élőbbnek tűnik az egész. És ide érsz, akkor merül föl benned a kérdés, de hogy tankolod meg? Mert nincs tankbetöltő. Sehol. Haha! Mint egy Trabantnál. Ott van! Ott a tankbetöltő. Csak 98-as olmazatlan tegyél bele, és sportautó mértékkel szerintem a világ legnagyobb csomagtartója. Nem hiszem, hogy van olyan sportautó, aminek ennél nagyobb csomagtartója van. Nem merek beleállni, mert hogy ilyen számból készül, de hogy ne itt a laptiming forgatáson szakadjon ki alólam az autó, de hogy érted? Az MX-5-ben az utastér nincs akkora, mint ebben a csomagtartó. A beltérben is elképesztő a diszonancia, mert hogy itt van előttem ez a fa műszerfal, ami hát a kortárs Bentley-nek a színvonalán kidolgozott és megmunkált, benne egészen csodálatos polírozott alumínium keretes műszerekkel, súlyos, nehezen mozgó minőséget súlyosan hangsúlyozó, szintén egy több alumíniumból lemart elemekkel nem lehet belekötni. Itt van a bőr, nézd meg! Duplán, triplán megvarva, valódi bőr, nagyon jó minőségben, látod ezt, és akkor ide elbuttattak egy-egy F-asztra kapcsolót, aminél a mechanika igen, F-asztra, ez tény és való, de hogy azért, hogyha tönkre vagy, akkor nem tud kicserélni egy F-asztra kapcsolóra, mert a stekker már más, csak hogy ne legyen könnyű az életed. Tehát nézd meg, itt van ez a kézifék, csodálatosan bőrbevarva az egész, de hogy így be kell túrni a között, így nagy nehezen megnyomod a gombot, és akkor tudod behúzni. Aztán kapcsolók. Ugye még a Lotus sem lépte meg azt, hogy egyedi kapcsolókat tegyen az autóba, a bajusz kapcsolókat, hanem egész egyszerűen átemelték egy kortárs Vauxhallból, vagy Opel, vagy tök mindegy. Nem, itt ezeket is csodaszépen megmunkálták, a kormányállító gombot, mindent. De közben itt van egy sportkormány, ami olyan, mintha a Temuról rendelték volna be. Szóval, ja, és akkor nem említettem, tényleg ez a, hát ez tényleg Skontó Bútor áruház 90-es évek eleje. Volt valami hasonló szőnyeg a nappalinkban, nem ilyen színben ugyan, de hogy tapintása tökéletesen. Szóval az autóban találkozik egy eszméletlenül magas nívójú belső építészet, eszméletlenül Roger silányanyagokkal, de összességében mégis jó benne létezni. És ne felejtsük el, hogy ez volt a Gran Turizálásra, tehát az utazóautónak kifejlesztett puha TV-ára, Chimera, és sokat eladtak belőle, ebből az autóból elment 6000 darab, ami hát ezzel lett a legsikeresebb TV-ár valaha, mert készültek nála gyorsabbak, készültek nála keményebbek, de ennyire jól megszólítani a közönséget, mint ezzel az autóval sosem sikerült. Hello. Péter, vegyük le az autó tetejét. Próbáljuk meg. Minimális tornázással jár, tehát először is benyúl az ember, és ezeket itt megrokkasztja, ezeket a támasztó vádikókat. Csikós mondta annak, hogy ez mintha a Decathlonból a sátorosztályból jön. Az a vicces, hogy így már le is nyitható az egész, és ez csak itt jelleg... áll a levegőben a tető. Jellegében olyan, mint amikor az első MX-5-öknek a ponyváját meggyűrted. Ugyanaz. Csomagtartót kinyitjuk. Megfogjuk a tetőt, ami nem különösebben nehéz, hiszen részben karbonból van. Ezért van ennek ekkora csomagtartója, hogy el tud rakni. Hogy ez elférjen. És akkor van ennek egy jó menete, amikor az ember könnyűszerrel berakja. És van egy rossz, amikor össze-vissza karcolja az ember az összes környező body panelt. Mert valahogy, ahhoz, hogy sikerüljön, ahhoz el kell meríteni az egyik felét. És aztán a másikat. És még így is egy ember elfér. Így is rengeteg nagy a csomagtartód. És akkor lecsukod. Lecsukod, és akkor ilyenkor az enyhén felmaradt tető a szélterelőként működik? Hát vagy ez lejjebb lehet nyomni, amitől teljesen kabrió lesz, de azt én nem szeretem, mert megtöri ezt a fóliát, és azt nem akarom.
ehhez nincs vállam, hogy ezt a mozdulatot megcsináljam, de azért valamennyire nem nehéz. Á, most nekem jó, sem. Jó, oké, tehát két rokkant, de ennyi. És akkor így most targák vagyunk. Úristen, de jól néz ki. Én így szoktam használni. Most már tényleg olyan, mint egy Viper. Tényleg. Vagy a Viper olyan, szerintem ez a legjobb üzemmódja. Fúj a szél, fölötted az ég, jönnek a zajok. Azért a motorzaj, mármint az a fele, ami a kipufogón megy ki, az ilyenkor úgy nagyon jól körülvesz. Tehát én így szeretem használni. Van, hogy a tetőt otthon is hagyom, mert ez az elpakolás azért az olyan... Egyszer élünk. Most majdnem sikerült megjátszani, ez jól esik, de nem esik jól. Úgyhogy így. Így. Hogy milyen időt ment a Caimera a lap timingban, azt én már tudom, de nem mondhatom el. Úgyhogy emiatt mindenképpen iratkozzatok fel a srácokra, az ő csatornájukon hamarosan érkezik a videó az autóról. És voltak olyan jó fejek, hogy így a nap végén egy kicsit odaadták nekem a kakust, hogy egy pár kört hadd menjek, hogy az én felvételem is hagyd készüljön el az autóval. És volt egy halom prekoncepció ezzel az autóval, hogy majd miért lesz vele rossz menni. Mert általában az ilyen teljesítményű, ennyi alkatrészből összerakott autók azért elég gyakran darabosak. De nem! Ennek egészen elképesztő egyensúlya van. Nézd meg! Driftelek vele, anélkül, hogy különösebben tudnék driftelni. Pusztán csak azért, mert hiába nagyon erős, hiába csővázas, hiába van összerakva öt autóból, nagyon könnyű vele menni, mert jó az egyensúlya. És ez az, amiről már beszéltünk, hogy nem lehet eltagadni az angoloktól, hogy iszonyatosan érzik a sportautót, iszonyatosan érzik a sportautók egyensúlyát. Ugye a Lotus az tulajdonképpen erről szól, a balanszról, a jól kibalanszolt, önmagával, a harmóniával lévő autóról. És nyilván ennek az autónak amúgy jót tenne pár olyan gumi, ami mondjuk nem 2.15, hanem mondjuk inkább 2.45 széles, akkor nagyon súlyosan lehetne faragni az idején. A másik dolog, ami nagy segítség lenne, az Péter megosztotta velem, hogy ennek a váltónak a kulisszája az elméletileg itt lenne valahol a könyököm alatt. De ahhoz, hogy jó helyen legyen ebben az autóban, egy rudazattal előre hozzák ide. Most ezzel az a probléma, hogy a rudazat miatt bizony akadozik, ami mondjuk a jó kezünkkel még megtanulható, viszont hogyha valaki csak így beleül mondjuk egy fél napra, akkor azt sosem fogja megérezni, hogy hogyan lehet vele gyorsan váltani. Ezt nem úgy mondták Csabiék is. Viszont ha megvan a fokozat, megvan az ív, lehengerlő az ereje. Tehát tényleg úgy indul el, ahogy csak azok az autók tudnak elindulni, ahol egy irgalmatlan nagy motor visz egy nagyon-nagyon könnyű karosszériát. És ez csodálatos. És Péter itt szabadkozott, hogy hát azt se tudja, hogy működik-e a sper. Szerintem működik. Szerintem működik, mert gyönyörűen besegíti az autó elejét a kanyarba, hogy amikor gázt adsz neki, akkor azt a hosszú orrát így irányba teszi. És hát nekem igazából felesleges is elváltani a harmadikat. Mert minek? Bocsánat, nekem felesleges is elváltani a másodikat, mert minek? És be lehet vele úgy menni a kanyarba, hogy az ember finoman, minimális csúszással tartja, még úgy, hogy igazából nem veszel a tempóból a csúszás, hanem gyorsabb lesz. Jaj! Tettem egy hármas deminek. És amúgy mondták itt a srácok azt, hogy az angol MX-öt. Annyiban vitatkoznék velük, nyilván közel sem tudok vezetni, hogy az MX-ötbe beülsz, ha szarnapod volt, ha fáradt vagy, ha veszekedtél a pároddal, ha üvöltött veled a főnököd, beülsz egy MX-ötbe, és teljesen mindegy, hogy milyen állapotban vagy emberileg, jól fogod érezni magad. A Caimera nem ilyen. Ezt az autót, ezt vezetni kell. Pokolian vezetni kell. Minden pillanatban fogni kell a kormányt, ott kell legyen a tekinteted az úton, és figyelni kell a reakcióit, hogy mi fog történni, mert hogyha nem figyelsz rá oda, megharap. Ez az MX-5 egy olyan autó, ami mindig élményt ad, a TVR, ez a Caimera, meg egy olyan autó, ami akkora élményt, ha megdolgozol érte. De ha megdolgozol érte, az az élmény utánozhatatlan. Hoppá, sikerült egy harmadik. Ünnep az ilyen. Vigyáznom kell a féktávokkal, mert nincs benne ABS. Meg alapvetően semmi más se. Szóval tényleg, ma már többször elhangzott, és nehéz. Nehéz máshogy összefoglalni. De ebben az autóban érzed, hogy élsz. És főleg a mai világban ez az érzés
mindenért kárpótol. Váltok itt, mintha kéne. Nagyon nehéz fejben átállni arra, hogy a kis kocskaszerű 1.8-as MX-5-ben itt 2, 3, néha talán 4, meg ilyenek, de hogy ebben az autóban ez egyszerűen nem kell. 50-től 5 fokozatból választhatsz. És annyira jó az egyensúlya, hogy nem egy ilyen nehézkes dinoszaurusz, mint aminek így gondolnád a leírások alapján. Nem! Jól kezelhető és él. Te jó egy ilyen autó végre, basszus. Inkább visszaadom Péternek, mielőtt még baj lesz, mert alapvetően ez nem erre van kitalálva. Illetve hát ilyen korábban, mire ennyi pénzt ráköltöttek, nyilván ezt is tudja. De én nem szeretném, hogyha alattam melegedne el, ha alattam durranna el. És nagyon jó volt ezt a megvétel, a fellelt állapotban vezetni pár éve Csikóssal, de most, hogy a tulaj szerint hát közel van a kézhez, most még jobb. Persze, egy kicsit puha, de ez egy versenypályán kicsit puha. Kint az utcán ez még mindig egy úgynevezett rendes sportautó. És nem biztos, hogy ez lenne az első, amit megvennék, ha korlátlan pénzem lenne sportautóra. De biztos, hogy helye lenne a garázsomba egy TVR-nak. Csak azért, mert élni akarok. És ebben az autóban élek. És itt kicsit talán megmutat valamit abból, hogy milyen lehetett a 60-as évekbe beleülni egy kobrába. Elégedett vagyok, elégedettek vagyunk. Nem mondd el az időeredmény, de hogy akkor ja, nem az autó kibírta. Egy. Az autó először körbeírt egy kört, utána körbeírt a gyorsabbik kört, aztán körbeírt még egyszer. Láthatólag jól mozgott, nem folyik semmi sehol, minden végigment. Idővel... Modern autókkal összemérhető időeredmény. Így van, ez is modern autó, de még modernebb autókkal összemérhető eredmény, ami visszahúzta picit azt, miért van, és orvosolható, gondolom. Úgyhogy elégedettség van, úgyhogy most becicolunk, és húzunk haza, mert rohadt meg. Nagyon. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán hamarosan folytatjuk.